Milyen az erdélyi képem? Hát nyilván az én képem az nem lett pontos anyaországiként. Gyakran járok itt elsősorban azért, hogy koncertezzünk. De jártam már itt Böjte Csaba atya gyerekeinél is, Szovátai Gyermekotthonban, meg a Szent Borbála házban, Parajdon. Egyszer jöttem a cipős dobozokat szállító repülővel. Ugye a Déva járvaházat azt támogattam is. Nem hiszek ebben, hogy itt más emberek laknak, mert magyarul beszélünk, tehát én úgy gondolok ránk, hogy ezt szabad így fogalmazni, hogy ez egy nemzet, mert egy az anyanyelvünk. Tehát én nem szeretem ezt a gesztusrendszert se, amiben ez egy elfogadott dolog, hogy itt olyan más. Ugye ezt nem bírom elviselni. Nekünk az a dolgunk szerintem, vagy hát magamra nézést ezt tartom igaznak, hogy ide ugyanazt a koncertet hozzuk el, amivel Budapesten lépünk fel, amivel, amelyikkel Győrbe, Debrecenbe, Szegeden játszunk. És szerintem a közönség ezt értékeli, vagy legalábbis az a része, amelyikkel én találkozom. Tehát nem szeretnék ilyen árvalányhajas pózokba merevedni. Ez biztos van, aki szerint az a jó, meg aki kompenzálni akar. De én azt gondolom, hogy mi egy nép vagyunk, örülök, hogy egy nyelvet beszélünk. Annak örülök, aki ott van, nem azt hiányolom, aki nincs ott. Jó esik ide jönni, nagyon jó, hogy ilyen hosszú repülőút után az ember ugyanazt a nyelvet használhatja, mint a szűk családi körében. A Dévai Szent Ferenc Alapítványon keresztül lehet, hogy hát megtapasztalhatta az otthonvalóságot és illetve az otthonra. Persze. Hol van az otthon? Vagy, ja, hát a családom körében van az otthon. Igen, az egy nagyon érdekes élmény volt, amikor gyerekeimmel jártam itt ráadásul, és azért nekik, tehát ők bizonyos értelemben privilegizált helyzetben vannak, soha nem értek át olyan fajta bizonytalanságot, mint ezek a gyerekek. És megrendítő is volt számukra, kicsit nekem is, és talán jó is volt számukra, hogy látták azt, hogy vannak nagyon komoly nélkülözésbe fölnövő kortársaik. Hát mi vittünk egy kislánynak egy babát, aki akkor Anna lányommal egyidős volt. Anna mennyi lehetett? 8-9 éves, most már 20 esztendős. És egy vele egykorú kislánynak vittünk, mert születésnapja volt, és vittünk egy babát. Ez a kislány fejjel kisebb volt, mint az én gyerekem. Tehát az egy megrendítő élmények sorozata volt, de szeretetességgel, szeretettel, közvetlenséggel, óvatos bizakodással találkoztam, nagyon érdekes élmény volt. Úgyhogy nem is hagytam abba, ez a kapcsolat nem is maradt abba. Ugye nekem hol van az otthonom? Hát a családom körében. Solymáron lakom egy ilyen kertvárosi részen, és már több mint 20 esztendén lakunk ott. 4 gyerekünk van. Hát az otthon ott van, ahol az embert szeretik. Majdnem, hogy feltétel nélkül szerethet másokat, valami ilyesmi. És az otthon ott is volt, vagy lehet, ahol találkozott először az irodalommal, mert olvastam több interjúban. Persze, családi fészekben találkoztam én is ezzel. Hogy először az irodalommal, aztán a zene, aztán a többi művészeti ág, de tudom, hogy film, akár színházi zene. Vajon mitől függ az, hogy éppen milyen műfajban, vagy milyen csatornán üzem, hogy megtaláljam? Igen, hát amikor az ember ilyen sok féle műfajt kipróbálhat a Jóisten meg a közönség kegyeméből, akkor gyakran találkozik ezzel a kérdéssel, hogy most akkor melyik az igazi, vagy mert az emberek ilyen kompartmentalizálva vagy dobozolva szeretnek gondolkodni, ez egy énekes, akkor miért csinál Arany János estet, ha meg színész, minek énekel, miért kell filmet rendezni. Ezt igazából nem tudom megmagyarázni, talán csak azzal lehetne valahogy magyarázatot találni erre, ha kijelentjük, hogy egy izgága természetű emberről van szó, ez volnék én. És tulajdonképpen mindezen megszólalások, vagy mindezen energiák, ezek ugyanabból az energiából táplálkoznak, csak különböző műfajok kürtőjén keresztül törnek a felszínre. Tehát igazából nem számomra indulatbeli vagy energialeadási szempontból nincs különbség a között, hogy az ember egy rockszínpadon áll, vagy 100 embernek mond verseket egy kis színházi térben. Ugyanannyi energia kell hozzá, sőt néha a kisebb eladáshoz koncentráltabb energia kell.
ugye egy ilyen nagy színpadon, ahol most fogunk játszani, megoszlik a felelősség a zenésztársak között, megoszlik a siker is. Ugyanakkor koncentráció nélkül nem érdemes színpadra lépni, azt megtanultam. Szóval az igazság, hogy ezt nem tudom megmagyarázni, meg nem, igazából talán nem is kell. Aki érti, érzi, hogy itt valaki adni akar, annak talán kevésbé fontosak ezek a műfaji határok vagy korlátok. Aki meg kevésbé hajlamos elfogadni, annak meg hiába is magyaráznánk. Én arra emlékezem, hogy 10 évvel ezelőtt a Félszigeten nem voltam soha olyan profi koncerten, tehát hogy amikor azt mondták pontosan, hogy 8 óra, akkor pont vagy 8 óra, akkor elkezdődik minden. De az ember sokkal többet kapott, mint amit vár. És valószínűleg, hogy ez a maximalizmusból is fakadhat, vagy nekem nézőként így jön le, hogy teljes maximalizmus övezi az egész Ákos csapatot. Tehát, hogy milyen embereket enged magához közel, milyen embereket dolgozik, vagy kikre bízza rá magát? Hát igen, sokszor hallom ezt a maximalizmus szót, valahogy úgy, hogy képzelném én ezt, hogy az a minimum, hogy az ember a legjobbra törekszik. Tehát mégis az én nevem van a plakáton, az én nevemre jöttek ide az emberek, hát az a minimum, hogy megpróbálják odaadni azt, amivel készültünk. Hát el sem tudom képzelni, hogy ezt másképp is lehet csinálni, nem is akarok erről gondolkodni. Most az, hogy pontosan kezdődött 10 évvel az eladás, nem mindig kezdődik pontosan egy előadás, mert rengeteg mindenen múlik ez. Műszaki embereken, hatalmas tábban dolgozunk, nagy műszaki felépítmény van. Néha azért kezdünk később, mint a meghirdetett időpont, mert azt a hírt kapjuk, hogy még emberek állnak az odavezető utakon egy nagy szabadtéri koncertnél, vagy emberek állnak a beengedőpontokon egy nagy fedett helyszínen való előadásnál. Tehát ez nagyon ritka eset az, hogy még rajtam múlna, hogy későn kezdünk, vagy nem. Hát én kész kell legyek az adott időpontra. Tehát itt ugyanolyan ügyelői hívás van, nem technikailag ugyanolyan, de értelem tekintetében ugyanolyan, mint a színházban. Tehát azt soha nem értettem például, hogy kicsit idegesített is, amikor színházban dolgoztam, és ha jó Isten megengedi, még fogok is, hogy az ügyelő egy nem tudom, másfajta rendhez szokott, és mindig hallottam, hogy 5 perc múlva előadás, mondta az ügyeleti rendszeren keresztül, és hát én 5 perc előadás előtt én teljesen kész vagyok, megfeszített íj vagyok, csak azt várom, hogy a nyilvesszőimet kilődözhessem. Tehát nekem furcsa volt, hogy hívnak, holott én azt szoktam meg, hogy kész kell lenni. De ennek az is az oka, hogy én nem színházban szocializálódtam, a mi közegünk, hála a jó Istennek, picit szigorúbb szabályok szerint működik, vagy legalábbis az a produkció, amit én vezetek. Ennek egyszerűen az az oka, hogy szerettem a rendet, szerettem, hogyha nem csellengünk, ha mindenki tudja a dolgát. Hát ez egy neveltetési kérdés, tehát én ezt éltem meg rendnek otthon. És ezt próbáltam a produkcióba is bevinni is. Volt olyan szerencsém, a jó részt a közönség kegyelméből, ezt meg is tudtam valósítani. Tehát ma már ezért szabadkozni kell, hogy az ember szeretne rendet tartani, pontosan kezdeni meg egy szép előadást odaadni az embereknek, mert ez nem mindig volt általános, és talán most sem teljesen általános ebben a műfajban. Tehát szinte meg kell magyarázni, hogy az ember miért szeretne precíz munkát kiadni a kezéből. Annál is inkább, mert van az a hamis tudat, hogy ha valaki a precíz, egy tisztességes munkára törekszik, akkor pont a lelke nincs rendben a dolognak, mert a precízkedés elviszi. Ez hülyeség szerintem. Teljesen másképp gondolom. El tudom fogadni, hogy más így áll hozzá, hogy csak a természetesség az nincs benne, mert a természetesség az az, hogy halál lazák vagyunk, és akkor ahogy esik, úgy puffan, fú, de improvizatív. Na, én nem ez az alkat vagyok. Hát biztos annak is vannak értékei, mi nem így dolgozunk. Mert hogy milyen értékek mentén egyébként, vagy milyen értékek fontosak? Úgy akár a magánéletben, akár... Hát például ez, hogy ide mi nem azért jöttünk, hogy mi mondjuk ajzószerek hatás alatt menjünk fel a színpadra, mert a közönség nem azért jött ide, hogy azt nézze, hogy mi milyen jól érezzük magunkat. Mi egyébként nagyon jól érezzük magunkat, de másképp tud az ember jelen lenni, hogyha tiszta a feje, mint hogyha nem. Hát ilyen egyszerű dolgokról van szó. Hát itt ez, nem tudom, egy férfi volt az apám, egy nő volt az anyám, van egy testvérem, egy normális, egyszerű szabályok között éltünk. Nem volt észvesztő nagy szigor, és nem volt nagy lazaság. Én például sportoltam világéletemben, mindig az iskola mellett mindenféle elfoglaltságaim voltak, jól ment a tanulás. Hát, ugye az igazi rockstar az nem erről beszél, az igazi rockstar arról beszél, hogy rosszul viselkedtem a gimnáziumban, és kirúgta 2-szer is. Fú, de menő.
Én úgy unom ezeket a történeteket, ezek annyira tipikusak, tehát a legtöbb lázadó nem vesz észre, hogy tök konformista módon lázad. Tök ugyanúgy lázad, mint a többiek. Beszól a tanárnak. Azért, mert mondjuk a tanár nem tud igazán visszaszólni se. Hát lázadni nem ott kell, hogy nincs tétje a dolognak szerintem. Hát most próbáljunk meg világerők ellen lázadni. Tehát nem ott kell kockázatot vállalni, ahol nincs igazán kockázat. Mondjuk a Facebooknak, meg a Googlenek kell megmondani keményen, ha most valaki fiatal, és ugye a lázadó szerint nagyon dolgozik benne, és nem bírja az elnyomást. Az elnyomás már ezekből az irányokból jön, a nagy technológiai platformok irányából jön. Ott valahogy nem pattog senki, mert nagyon hamar letiltják. És akkor nem lehet a haveroknak üzenni, hogy hol van a találkozó a szombatesti bulikához. És a szombatesti bulika az nagyon fontos. Fontosabb is még a lázadásnál is. Szóval én egy olyan helyről jövök, amelyik teljesen más rendszer szerint működött. Örültem, hogy van egy rend az életünkben, az, hogy az ünnepek formái szép lassan az életünket valamilyen irányba terelik. Voltak ünnepeink, voltak hétköznapjaink. Ez ma már nem sok embernek adatik meg, én meg ebből az szempontból nagyon szerencsés vagyok. Az is jó, hogy nagyon szűkös anyagi körülmények között éltünk, egy körgangos telekitéri házban a 8. kerület közepén. Szóval tök átlagos életünk volt az, hogy én egy átlagnál nagyobb kegyelmet kaptam, azt próbál megszolgálni azzal, amit csinálom. Kíváncsi vagyok arra is, hogy hogyan látja a zenei életet, mert hogy az elmúlt évtizedekben is nagyon sokat változott, vagy akár Ákosnak is a nyilvános közösségét, vagy a nagy mérföldkövek. Vajon hová helyeződött át a hangsúly, vagy áthelyeződött? Hogy a zenei élet milyen? Igen. Én nem tudok erre válaszolni. Nem tudom, mi az, hogy zenei élet. Sokszor kérdeznek engem, hogy ilyen szakmai kérdésekben is nem tudok válaszolni, mert nem vagyok a szakma képviselője. Tehát ez sokszor félreértik, sőt, izomból direkten értik félre. Mikor azt mondom, hogy én nem tartom magam zenésznek, akkor leírnak valami hülyeséget, ami nem ez a mondat. Ha azt mondom, hogy nem tartom magam a művészvilág részének, akkor azt mondja, hogy az Ákos nem tartja magát művésznek. Ha meghívok egy hangszerelőt az eukarisztikus kongresszus zenének a vonós hangszereléséhez, akkor az van, hogy Ákos saját bevallása szerint sem ért a hangszerelés, ez ezért mást. Szóval ilyen állandó narratívák között kéne cikázni, ha engem ez mondjuk nagyon érdekelne. Most ugyan elmondtam, de nagyjából ennyit tudok ellene tenni, hogy elmondom, hogy ez hülyeség. Tehát nem tudom a zene életet képviselni, mert ugyan ebben a műfajban ténykedem, de nem érzem magam a műfaj olyan értelmű képviselőnek, hogy én most a zenei élet nevébe beszélhetnék. Nem tudom, milyen a zenei élet, valami szegmentált. Tehát van egy csomó előadó, akik csak fesztiválon tudnak fellépni, és önálló koncertre nem adott nekik lehetőséget az élet, vagy a közönség. De a fesztiválon tök jó működnek, fesztiválok nélkül meg nem is léteznének. Van egy csomó olyan előadó, akik önálló koncerten és fesztiválon is megélnek. Aztán vagyunk mi, akiket alig hívtak fesztiválra az idén, és az önálló koncertjeinkkel meg tudjuk szólítani a közönségünket. Én feltétlenül nagyon szerencsésnek érzem magam, önálló aréna koncertet adhatunk. Itt főfellépő lehetünk nem tudom hány száz kilométerre magyar határtól, és beszélhetünk az anyanyelvünkön olyan emberekhez, akik szintén az anyanyelvüknek tudják ezt a nyelvet, és olyan, mintha nem utaztunk volna ennyi kilométer. Itt ott elégedett lenni, tehát hogy tényleg folyamatosan jelen lenni, tapasztalni az emberek szeretetét, valószínűleg hogy kritikáit is, mert hogy az ember így elő van, akkor jönnek ezek. Mitől tudja azt mondani, hogy megcsináltam? Elégedett lenni, az nem tudok lenni, sajnos, az nem nekem. A boldogságom kulcsa az elégedetlenségem, tehát megtanultam, hogy nem tudom milyen az elégedett, az, hogy olyat éreztem már, hogy elég valami, hogy ugye olyan szép a nyelvünk, beszédes nyelv, hogy az elégedett, az ami olyasmit jelent, hogy elég. Olyan értelme már éreztem elégedettséget, de én egy sikeres koncert után is azt nézem, hogy azért nem veregethetjük vállalni egymást folyton, ami jó volt, mert hiszen azért dolgoztunk, azért próbáltunk, hogy jó legyen. Én a hibát nézem azért, hogy legközelebb ki lehessen küszöbölni a hibát. Ez most nem azt jelenti, hogy állandóan a hibát kutatom, hanem lejök egy színpadra, akkor nem egyszerűen örülök neki nagyon, ha sikeres volt a koncert, természetesen meg jó a közönség ünneplésében megfürödni és a társakkal ezt megosztani. Ez nagyon jó érzés. És nem arról van szó, hogy állandóan a hibát keresi az ember, de azért különösen a saját hibámért azért nagyon tudok haragudni.
Igen, mert ilyen előfordul sajnos. Emberek vagyunk.